Kézzel készített díszek, párnák, ékszerek, sőt még finom falatok is várták azokat, akik ellátogattak arra a kézműves vásárra, amit már hagyományosan rendeznek meg Pécsen. Ezúttal a civil közösségek házában várták a baranyai termelők, kézművesek a vásárlókat. Különböző portékákkal érkeztek a hölgyek, és vásárló is akadt bőven. Találkoztunk olyannal is, aki a véletlennek köszönhetően látogatott el a programra. Hogy most bejövök, itt voltam a környéken a kisfiammal, és eszembe jutott, hogy akár vihetek a családnak egy-két szép dolgot, hogy szívesen vásárolok olyat, ami itt készül, ami kézműves, ezért. És a tavalyin is voltam, sőt a karácsonyon is voltam. A hagyományos húsvéti kézműves vásárt minden évben a Hurci Baba Klub szervezi, amely egy családi csoport a kötődő nevelés jegyében. A főként babahordozókkal foglalkozó klub számára fontosak az ilyen események. Az adventben karácsony előtt egy-két héttel és így a húsvét előtti vásárunk az minden évben meg szokott tartódni. Hát most a Covid miatt sajnos eléggé elmaradoztak az elmúlt két évben, de most már karácsony előtt is megszerveztük, és hát úgy tűnik, hogy egyre nagyobb az érdeklődés megint a vásár iránt. A vásárszervezői gondos odafigyeléssel választották ki a megjelenő árusokat, hiszen fontos a minőség és a természetesség. Vásárlás közben pedig a picik játszhattak is a számukra kialakított gyereksarokban.